Tína Peléknál. Hans Kastorp erkölcsi közérzésé. Kárt nem vallott, mert Tínapel konzolékhoz került, kirendelt gyámjához, és ott nem nélkülözött semmit. Sem közvetlenül személyét illetően, sem ami távolabbi érdekeinek képviseletét illeti, melyekről ő maga egyelőre még mit sem tudott. Tudni illik, Tina konzul, Hans megboldogult édesanyjának nagybátyja kezelte a Kastorp hagyatékot. Ő adta el az ingatlanokat, és ugyancsak ő vette kezébe a Kastorp és fia export-import vállalat felszámolását. A likvidálásból végül mégis körülbelül 400 ezer márkát facsart ki. Hans Kastorp örökségéül és ezt az örökséget óvadék képes értékpapírokba fektette. Minden évnegyed kezdetekor azonban, rokoni érzelmei épségben tartása mellett kétszázalék jutalékot vont le önmagának az esedékes kamatokból. A Tinopel ház kert mélyén feküdt a Harverstuder úton, az ablakai zöld pázsitra néztek, melyben a legkisebb dudvát sem tűrték meg, azon túl a nyilvános rózsakertre, és azon túl a folyóra. Noha szép kocsia volt, a konzul minden reggel gyalog ment be óvárosi üzletébe, hogy valamelyes testmozgást végezzen, mert olykor vértorullást érzett a fejében. Gyalogosan tért is haza. Délután 5 órakor, amikor is Tina Peléknál a legnagyobb kultúrával neki láttak az ebédelésnek. Súlyos, nagy darab ember volt a konzul, a legjobb angol szövetből készült ruhákat hordta, vizenyős kék, kisé dülledő szeme, aranykeretes ókuláré mögött bújt meg, borvirágos orra volt, de deres tengerész és bajja az ömök kisúján tüzes brilliánsot viselt. Felesége már rég meghalt. Két fia volt, Péter és Johann. Az egyik a tengerészetnél szolgált, és ritkán tartózkodott otthon. A másik apja borkereskedésében dolgozott, és a cég kijelölt örököse volt. A háztartást évek óta Salléjen vezette. Egy altónai aranyműves leánya, akinek henger alakú csuklója körül mindig frissen keményített, tiszta fodorfehér lett. Salléen gondoskodott róla, hogy a reggeliző meg a vacsora asztal bőségesen el legyen látva hideg ételekkel, rákkal, meg lazacsal, angolnával, libamellel és a roast beefhez. Mindig legyen tomátó kecsöp. És éber szemmel ügyelt az inasokra, a hat tinapel konzul férfi vacsorát adott. És a kis Hans Kastorpnál is ő látta el az anyas szerepet úgy, ahogy tudta. Hát Hans Kastorp pocsékítő járásban nőtt fel, szélben és vihartban, és vízpárában. Sárga gumikabátban cseperedett, ha szabad így kifejeznünk. De mind a mellett eléggé virgoncul érezte magát. Kisé vérszegény volt ugyan, már születésétől fogva. Ezt Heidekin doktor már megállapította, és ezért minden nap az iskola után elköltött második villás reggelihez egy jó pohár sört rendelt neki. A sör, mint mindenki tudja, táplálóital. ital. Heidekin doktor vérképző hatást tulajdonított neki. Hans Kastorp élénkségét minden esetre kellemesen csillapította, és jótékonyan mentegette báváskodó hallamát, amint nagybátyja Tinapel kifejezte. Tudni illik azt, hogy szeretett néha tátott szájjal álmodozni, és gondolattalanul a semmibe nézni. Egyéb tekintetben azonban egészséges, szabályszerű ifjú volt, használható teniszjátékos és evezős. Ám bár evezés helyett, Szívesebben üldögélt nyári estéken, zeneszó, meg egy pohár finom ital mellett, az Ullenhorsti csónakház teraszán és nézte a kivilágított csónakokat, melyek között hattyúk úszkáltak a tarkán tükröző vizen, és aki beszélni hallotta, higgadtan, értelmesen kisé tompán és egyhangúan, az alnémet tájszólás halk árnyalatával, sőt, aki csak látta szőke és korrekt megjelenését, Jellemes meccésű, sajátos módon régi vágású arcát, amelyben az örökölt, öntudatlan gőg bizonyos rideg álmosságban nyilvánult meg, az egyetlen percig sem vonhatta kétségbe, hogy ez a Hans Kastor a hamburgi talaj hamisítatlan és eredeti produktuma. Ide illik, ide tartozik, és mindezt, Hans Kastorp maga sem vonta volna kétségbe, ha önmagát ebből a szempontból megvizsgálja. A nagy tengeri város levegőjét, ezt a világ kalmáságból és jó létből összetett nyirkos atmoszférát, amely atyái éltető levegője volt, mélységes egyetértéssel, természetesen jó lesőn szívta be, mert víz, szén és kátrány kigőzölgése, felhalmozott gyarmatáru erős fűszeres illata töltötte meg az orrát, a rakpartokon hatalmas gőz emelő darukat látott, amelyek szolgáló elefántok nyugalmát és tanulékonyságát, óriás erejét utánozták. És Tonna szám rakták ki és be a zsákokat, a bálákat, a ládákat, a hordókat, balonokat, a pihenő tengerjáró hajók hasából a vasúti kocsikba, meg a raktár épületekbe. Látta a kereskedővilágot, sárga, gumiköpönyekben, amilyet ő maga is hordott. Délben a tőzsdére áramlani, ahol tudomása szerint kés érre ment a harc, és akárki könnyen abba a helyzetbe kerülhetett, hogy nagy sietve vacsora meghívókat kelljen szétküldenie hitele meghosszabbítása céljából. Látta, és később erre a területre összpontosult különös érdeklődése: a hajógyárak nyüzsgő világát, Ázsia meg Afrika járó hajók mamut testét a szárazdokban, Torony magasan, tőkéjük, csavaljuk, fatős vastagságú cölöpökkel megtámasztva, pucéron a szárazra vetve, mint esetlen szörnyeteg, és rajta nyüzsögve törpe hadseregként, sikáló, kalapáló, mázoló munkások, látta födött műhelyekben, füstös köthálóba szőve, Épülő hajók bordás csontvázát magaslani, látta a mérnököket, amint az építőknek utasításokat osztogatnak, kezükben terrajzok, táblázatok. Mindez fiatal korától jól ismert látvány volt Hans Castorp számára, és csupa meghitt, otthonias érzést keltett benne. Ezek az érzések Olyasféle helyzetekben hágtak tetőpontjukra, amikor például vasárnap délelőtt. Johannes Tínapellel vagy Cimzen ágról való unokaöcsével, Joachim Cimzennel. Az Aster pavilonban villás reggelizett. Friss, meleg zsömlét evett füstölt hússal, és hozzá egy pohár óportóit, majd odaadóan ízlelve szivarja füstjét. Jól esőn, hátradőlt cékében, mert ebben is, sőt ebben elsősorban valódi és tőzsgyökeres volt, hogy szeretett jól élni, és vékony pénzű, kifinomult külsejét meghazuttolva, meghitten, sőt erősen csüggött az élet durvább élvezetein, mint a kélgő csecsemő anyakevelén. Kényelmesen és nem minden méltóság nélkül hordozta vállán a magasfokú civilizációt, amelyet a kereskedelmet űző városi demokrácia uralkodó felső réteke örökít át a gyermekeire. Jól ápolt volt, mint a csecsemő. Ruháit annál a szavónál rendelte, akiben a körejhez tartozó fiatal emberek megbíztak szekrénye angol fiókjaiban gondosan monogramozott kis kelengye pihent, fehér neműjére, sallélyen vigyázott féltő gondol. Még amikor Hans Castor más városban látogatta az egyetemet, akkor is rendszeresen hazaküldte mosni, javítani, mert szentül vallotta, hogy Hamburgon kívül sehol sem tudnak vasalni a német birodalomban és nagyon bosszantotta volna, ha észreveszi, hogy valamelyik csinos, színes ingének a kézelője kirojtosodott. Keze nem volt ugyan különösen arisztokratikus formájú, de friss bőrén meglátott a gondos ápolás, nagyapja pecsétgyűrűjén kívül egy láncforma, platina gyűrűt is hordott rajta, fogazatát, melynek anyaga kisé lágy és romlékony volt, arannyal egészítette ki állás, járás közben kisé előre tolta alsó testét, és ez nem tett éppen délcegben benyomást. a fehér asztalnál azonban kitűnően tartotta magát. Egyenes felső testét udvariasan fordította, a felé, a szomszédja felé, akivel éppen társalgott. Értelmesen, egy kicsit enyhén alnémet tájszólással. Könyöke könnyedén simult testéhez, miközben a szárnyast aprította, vagy az arra szánt evőeszközzel egy homár ollójából húzta ki ügyesen a rózsaszínű húst. Étkezése után első szükséglete az illatosított vízzel teli kézöblítő csésze volt, a második az orosz cigaretta, amelyet vámmentesen, kéz alatt, bizalmas vesztegetés útján szerzett. A cigaretta után a szivar következett, a Mária Mancini nevezetű, rendkívül izletes brémai gyártmány, melyről alább még szó esik majd, és amelynek arómás mérge, oly kielégítően vegyült a fekete kávé mérgeivel. Dohány készleteit Hans Kastorp úgy óvta meg a gőzfűtés ártalmas hatásától, hogy a pincéjében tartotta. Minden reggel leszállt oda, hogy tárcáját megtöltse a napi szükséglet szerint. Vajat csak viszonyogva evett volna, ha egy tömbben teszik elébe, és nem recézett golyócskák alapjában. Tehát látnivaló, arra törekszünk, hogy mindent, de mindent elmondjunk róla, ami szimpátiát kelthet, de fellengzőség nélkül ítéljük meg hősünket, és nem mutatjuk sem jobbnak, sem rosszabbnak, mint amilyen. Hans Kastorp nem volt sem Lángelme, sem Tökfej, és ha a középszerű kifejezést kerüljük, jellemzésére ezt olyan okoknál fogva tesszük, amelyeknek semmi közük intelligenciájához, és alig valami közük egyszerű személyéhez. Sorsa iránt érzett tiszteletből nem használjuk ezt a szót, mert hallandók vagyunk sorsának bizonyos személy fölötti jelentőséget tulajdonítani elmebeli képességei megfeleltek a reál gimnázium követelményeinek, anélkül, hogy különösebben meg kellett volna erőltetnie magát. De megerőltetésre, semmi szín alatt, semmilyen tárgykedvéért sem lett volna hajlandó. No, nem azért, mert félt, hogy megárt neki, hanem inkább azért, mert feltétlenül nem látta okát, Helyesebben nem látta feltétlen okát, és talán épp azért nem nevezhetjük őt középszerűnek, mert e feltétlen és kényszerítő okok hiányát valamiképp mégis érezte. Az ember nem csak egyéni életét éli, mint elkülönülő személy, hanem tudatosan vagy tán öntudatlanul kora és kortársai életét is. S ha olyan természetes, feltétlen adottságnak tekinti is egzisztenciája általános és személytelen alapjait, mint Hans Kastor, és ha olyan távol áll is tőle, a kritikának még a gondolata is, mint ahogyan a derék Hans Kastorptól állt, még akkor is, Könnyen meg lehet, hogy erkölcsi közérzetét valamiképp módosítják ez alapok fogyatékosságai. Az egyes ember előtt sokféle egyéni cél, érdek és reménység, kilátás lebeghet, és ezekből meríthet ösztönzést erőfeszítéséhez, fokozott tevékenységhez. De ha a személytelen közeg körülötte, azaz maga akkor, minden külső látszólagos mozgalmassága mellett is, hiány van a reménységnek és a kilátásoknak, ha titokban reménytelennek, kilátástalannak, stanástalannak mutatkozik, és csupán kongó hallgatással válaszol arra a tudatosan, vagy öntudatlanul feltette valamiképpen mindig feltett kérdésre, hogy mi hát az egyéni tevékenység és erőfeszítés személyi fölötti, feltétlen és végső értelme. Nos akkor épp az emberek becsületesebbik részénél menthetetlenül bekövetkezik ennek bizonyos bénító hatása. És e hatás a lelki, erkölcsi szférán keresztül az egyénnek még testi, organikus részére is átterjedhet. Az általánosan kötelező mértéket meghaladó, rendkívüli teljesítményre hajlandónak lenni. Olyan korban, amely a minek kérdésre nem tud kielégítő választ adni. Ehhez vagy olyan fokú erkölcsi önállóság, és közvetlenséggel, amely nagyon ritkán fordul elő, és már-már hősiesnek mondható, vagy pedig egyszerűen robosztus életerő. De Hans Kastorban nem volt meg sem az egyik, sem a másik, így hát végső soron mégiscsak középszerűnek mondhatjuk őt, noha igen, tiszteletre méltó értelemben. Midőn a fiatalember belső állásfoglalását jellemeztük. Nem csak iskolás éveiről szóltunk, hanem a rákövetkezőkről is. Amikor már megválasztotta a polgári pályáját, ami iskolai pályafutását illeti, egy-egy osztályt bizony ismételnie is kellett, de mindent egybevetve. Azonban a nehézségeken átsegítette származása, meg urbánus modora, végül csinos, noha szenvedélymentes matematikai tehetsége. És mikor megkapta, az egyéves önkéntességét igazoló végbizonyítványt elhatározta, hogy végigcsinálja a tiszti iskolát is. Őszintén szólva, elsősorban azért, hogy meghosszabbítsa ezzel a megszokott, átmeneti, eldöntetlen állapotot, és végül is időt nyerjen annak megfontolására, hogy voltaképpen mi is szeretne lenni. Mert azt sokáig nem tudta. Még a gimnázium utolsó osztályában sem tudta, és amikor végre eldölt, mert szinte túlzás lenne azt mondani, hogy Hans Kastorp maga döntötte el, nos akkor tisztán érezte, hogy ennyi erővel másképp is eldőlhetett volna. Annyi bizonyos, hogy mindig nagyon kedvelte a hajókat. Kisfiú korában notesze alapjait megtöltötte halászbárkák, zöldségszállító vitorlások, öt árbócosok ceruza rajzaival. És amikor 15 esztendős korában fenntartott helyről végignézhette a Blóm és Fosz cég Hansa nevű új kétcsavaros posta közösének vízrebocsátását, Utána vízfestékkel találó, és a legkisebb részletekig pontos képet festett a karcsú hajóról. És Tínapel konzul a képet az irodája falára akasztotta, kivált a hullámos tenger áttetsző üvegzöldjét olyan ügyesen és olyan szeretettel ábrázolta, hogy valaki azt mondta Tínapel konzulnak, Hans Kastorban igazi tehetség mutatkozik, és idővel jó tengeri tájképfestő válhat belőle. A konzul bízvást visszamondhatta a gyámfiának ezt a nyilatkozatot, mert Hans Kastorp jót nevetett rajta, és egyetlen pillanatig sem vette komolyan az eféle nagyra törő éhenkórász elgondolásokat. Nagy vagyonod nincsen, magyarázta Hans Kastorpnak, tínappel konzul. Az én pénzemet lényegileg Johannes meg Péter öröklik, vagyis az üzletben marad, és Péter megkapja az életjáradéket. A te pénzedet elég jól befektettem, biztosan kamatozik majd. De hát, kamatokból élni, manapság, az már nem valami szórakoztató. És ha az embernek nincs legalább ötször annyia, mint neked, és ha valaki akarsz lenni itt, ebben a városban, és úgy akarsz élni, ahogy megszoktad, nos akkor bizony jócskán hozzá kell keresned. Ezt jó jegyezd meg, édös fiam. Hans Kastorp megjegyezte. És így olyan hivatás után nézett, amellyel megállhatja a helyét önmaga és az emberek előtt. És amikor végre választott, az öreg Wilms ösztönzésére történt, a Tunder és Wilms cég főnökének ösztönzésére tudni illik, a vasárnap esti visztparti közben azt ajánlott a Tinapel konzulnak, hogy Hans Kastor tanuljon hajóépítést. Milyen jó ötlet! És lépjen be hozzá, akkor ő majd szemmel tartja a gyereket. Tehát, amikor végre pályát választott, akkor igen nagyra becsülte hivatását, és azt tartotta róla, hogy átkozottul bonyolul és megerőltető, de ennek fejében legalább értékes, fontos és nagyszerű hivatás, és az ő, Hans békés személyhez minden esetre jobban illik, mint Joachim Cimzeni, boldogult anyja mostoha nővérének fiájé, aki tudni illik, minden áron katonatiszt akart lenni. Amellett Joachim Timzennek mindig gyenge volt a tüdeje. Igaz, hogy talán épp ezért alkalmaz számára az eféle szabadtéri elfoglaltság, amelyel úgy szólván nem jár semmiféle szellemi munka és erőfeszítés, gondolta magában Hans Kastor enyhe megvetéssel. Mert a munkát mindenek fölött tisztelte, Respektáltan, ha ő maga könnyen kifáradt bele. Visszatérünk hát előbbi feltételezésünkre, tudni illik arra céloztunk, hogy a korszak hatása az egyéni életre, az embernek még fizikumára, szervezetére is átterjedhet. Hogy ne tisztelte volna Hans Kastor a munkát természet ellenes lett volna, ha nem tiszteli. A dolgok állása szerint feltétlenül és a legnagyobb mértékben tisztelnie kellett. Rajta kívül volt a kép, nem is volt semmi tisztelnivaló. A munka volt az az elv, mely szerint az ember megállta vagy nem állta meg a helyét. A munka volt akkor abszolútuma. Úgy szólván önmagát válaszolta meg. Hans Kastor Tisztelete iránta tehát vallásos jellegű volt, és már amennyire ő maga tudta, feltétlen és kétségbe vonhatatlan. Más kérdés azonban, hogy szerette-e, mert szeretni nem tudta, akármennyire tisztelte, mégpedig azon egyszerű oknál fogva, hogy nem tett jót neki. A megfeszített munka, Idegeit tépázta, csak hamar kimerítette, és őszintén beismerte, hogy volt a kép, sokkal jobban szereti a szabadidőt. A kötetlent, amelyen nem csüngenek a fáradalmak ólomsúlyai. Az időt, amely nyitottan terülne elébe, nem tagolva, fogcsikorgatva leküzdendő akadályokkal, és ez az ellentmondás a munkához való viszonyában igazából feloldásra vár. Hogy úgy volt-e vajon, hogy teste, valamint szelleme, elsősorban szelleme, és azon át talán a teste is, szívesebben, kitartóbban hajlott volna a munkára, a lelke mélyén ott, ahol maga sem ismerte ki magát, hinni tud a munkában, mint feltétlen értékben, és mint önmagát megválaszoló elvben, és ha ebben a hitében megnyugvást talál, ezzel ismét felvetődik Hans Kastorp középszerű, vagy több, mint középszerű voltának kérdése, melyre azonban nem akarunk határozottan válaszolni. Nem célunk, hogy dicshimnuszokat zengjünk Hans Kastorpról, és ezért megengedjük azt a feltételezést is, hogy a munka csak épp ben útját állta valamelyest. A Mária Mancini csorbítatlan élvezetének. Had gyakorlatokra nem hívták be. Alaptermészete ellenállt ennek, és meg tudta akadályozni. Persze, az is meg lehet, hogy dr. Eberding, törzsorvos, aki járogatott a Harvestuder utcai házba, beszélgetés során megtudta Tina Pell konzultól, hogy a fiatal Kastorpot a fegyveres szolgálatra való felszólítás erősen kizökkenteni tanulmányaiból, amelyeket éppen akkoriban kezdett meg egy másik városban. Agya, mely lassan, higgadtan dolgozott, kivált, mivel Hans Kastorp a villás reggelihez elfogyasztott portersör megnyugtató szokását szülővárosától távol is megtartotta, megtelt analitikai geometriával, differenciál számítással, azután mechanikával, vetülettannal és grafosztatikával, számított, ha néha keservesen nehezére esett is, terhelt és terheletlen haladást, meg stabilitást, metacentrumot, az úszó helyzet változását. Műszaki rajzai, e kereszt, hossz és vízvonal metszetek nem sikerültek ugyan jól, mint a Hanza festői ábrázolása a hullámzó tengeren. De ahol arról volt szó, hogy az elméleti ábrázolást Érzékletes szemlélettel kell alátámasztani, tussal árnyékolni, keresztmetszeteket derűsen és élethíven színezni. Nos, ott Hans Kastor ügyessége majd mindig fölülmúlta a többieké. Mikor hazajött vakációra, Tisztán és jól öltözötten, álmos, fiatal patricius arcán kis Hirtelen szőke bajuszkával, szemlátomást útban a tekintély felé, a közösségi ügyekkel foglalkozó, és a családi, meg személyi vonatkozásokat is számon tartó emberek, márpedig a legtöbb polgár foglalkozik ilyesmivel, egy önmagát kormányzó városállamban, vizsgálódva nézegették a fiatal kasztorpot, és felvettették magukban a kérdést. Vajon milyen közéleti szerepben nő majd bele az idő folyamán? Hiszen vannak hagyományai, régi, jó neve, és majdnem elkerülhetetlennek tetszik, hogy egy napon majd úgy kell számolni személyével, mint közéleti tényezővel. Ott ül majd a városatyák között, vagy a választmányban, és törvényeket hoz, vagy valamely tiszteletbeli állásban osztozik a szuverenitással járó gondokban, valamelyik ügyosztályban, talán a pénzügyi vagy netán az építésügyi bizottságban működik majd, a szava számít, súlyal esik alatba. Az is érdekelhette az embereket, hogy vajon melyik párt mellett fog szint vallani a fiatal kastor. A látszat persze csalhat, de voltaképpen úgy festett, ahogyan nem fest az, akire a demokraták számíthatnak. Félre ismerhetetlenül a nagyapjához hasonlított. Hát ha egyébként is ő rá ütött, Hát ha kerékkötő lesz belőle. Konzervatív elem. Ez bizony könnyen meg lehet. És épp úgy megeshet az ellenkezője is. Mert végül is Hans Kastorp mérnök, kezdő hajóépítő, a világ forgalom és a technika embere. Így hát megtörténhet, hogy a radikálisokhoz csatlakozik, fene gyerek lesz belőle. Ódon épületek és tájszépségek profán rombolója. Kötetlen, mint a zsidó. Kegyelettelen, mint az amerikai. Olyas egyén, aki szívesebben zsúdva dobja a tisztes hagyományokat, semhogy kiválja a természetes feltételek lassú és nagyon megfontolt kialakulását, aki vakmerő vállalkozásokba viszi az államot. Igen, igen, ez épp úgy elképzelhető. Vajon az lesz-e a vérében, hogy az ő fő bölcsességeik a városházán, akiknek a kettős őrszem fegyverrel tiszteleg, hogy ők mindent a legjobban tudnak. Vagy pedig a polgári ellenzék támogatására rendelte őket a természet? A kék szempárból, a hirtelen szőke szemöldök alól, Semmiféle választ sem lehetett kiolvasni az e féle kíváncsi polgártársi kérdésekre, és talán még ő maga sem tudta a választ. Hans Kastor, ez az íratlan, tiszta lap. Amikor útjára indult, melyen megismerkedtünk vele, 24. évében járt. Akkor már mögötte volt négy fél év a Danzigi Műegyetemen, és négy további szemeszter, amelyet a Braunschweigi, illetve a Karlsruhei technikai főiskolán töltött. Sokkal azelőtt tette le első vizsgáját, különösebb tűzi játék és dobpergés nélkül. De azért minden esetre tisztességgel és most arra készült, hogy mérnök-volontőrként belép a Tunder és Wilms céghez, hogy gyakorlati kiképzés nyerjen a hajógyárban. És ezen a ponton élete útja a következőképpen fordult. A vizsgára keményen, kitartóan kellett tanulnia. És amikor utána hazament, még bágyattabbnak látszott, mint ahogyan testi alkatához illett. Heidekin doktor pörölt, valahányszor meglátta, és levegő változást rendelt, még pedig gyökerest. Nordani vagy vík a föl, ezúttal semmiképpen sem teszi meg, mondotta. És ha ő ráhallgatnak, akkor Hans Kastorpnak mielőtt belép a hajógyárba. Néhány hétre feltétlenül a hegyekbe kell mennie. Nagyon helyes, mondotta a Tinapel konzul unoka öcsének és nevelt fiának. De akkor erre a nyárra elválnak útjaik, mert őt, mármint Tinapel konzult, hat lóval sem lehetett a hegyek közé vinni. Az nem neki való. Neki normális légnyomásra van szüksége, mert különben megüti a guta. Csak utazzék hát, Hans Kastorp, egyedül a hegyek közé. Látogassa meg Joachim cimzent. Ez a javaslat végül is logikusan és természetesen következett az előzményekből. Joachim cimzen, Tudni illik megbetegedett, na nem olyas formán, mint Hans Kastor, hanem igazán komolyan és aggasztó módon. A család igen nagy ijedelmére. Joachim mindig is hajlamos volt a lázra, meg hurútra. Egy napon aztán véres köpet jelent meg a zsebkendőjén. Így hát lóhalálában felküldték Davosba. Igen, nagy bánatára és kétségbeesésére, mert hő óhajtása éppen beteljesülése előtt állt. Néhány fél éven át, jogot hallgatott családja kívánságára, de ellenállhatatlan, vágytól sarkalva átnyergelt, jelentkezett a Tisztképző Akadémiára, és már fel is vették. Most pedig már több mint öt hónapja ült a Berghof nemzetközi szanatóriumban. Vezető főorvos, Bérenc doktor, udvari tanácsos. És félholtra unta magát, ahogy levelező lapokon közölte. Így hát Hans Kastor tenni akart valamit egészsége érdekében, mielőtt beáll Tunder és Wilmshez, akkor mi sem kézenfekvőbb mint hogy felmenjen ő is Davosba, és egy kis ideig elszórakoztassa szegény unoka fivérét. Mindkét fél számára ez a legkellemesebb. Nyár dereka lett, mire rászánta magát az utazásra. Már július vége közeledett. Három hétre utazott Davosba.